Nem unatkoztak a tűzoltók eddig idén, rengetegszer vonultak szabadtéri tüzekhez. Csak ebben az évben már 439 ilyen eset történt a megyében, szerencsére többségében kár és személyi sérülés nélkül. Ez azért is ijesztő adat, mivel 2017-ben egész évben nem értük el a 300-as számot. Ez a mostani esőmentes időszak különösen segít a lángok terjedésének, a szárazaj rendkívül gyorsan meggyulladhat. Annak ellenére, hogy jelentős erőfeszítéseket tettük a, tettünk a megelőzés vonatkozásában, tehát kockázati helyszíneket beazonosítottunk, fölhívtuk az emberek figyelmét különböző csatornákon és felületeken, hogy milyen veszélye, ódiuma van annak, hogyha szabad tüzet gyújtanak. Annak ellenére következett be ez a jelentős szám. Illetve hozzá kell tenni, hogy mindig a tavaszi időszak, amely igazán dominál szabadtéri tüzek vonatkozásában. Megyinkben jelenleg is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ilyenkor a saját kertünkben sem égethetünk. Az erre vonatkozó önkormányzati rendeletek ugyanakkor a saját zárt égés terül, például szalonna sütőhelyen történő tűzgyújtást vagy épp a grillezés megengedik, de ezeket is körültekintően a tűzvédelmi szabályok betartása mellett. Ha eltérünk ezektől az érintett terület nagyságától függően, 20 és 60 ezer forint közötti helyszíni bírságot kaphatunk, de a tilosban égetésnek ennél súlyosabb következménye is lehetnek. Tűzvédelmi hatósági. Bizsgálási eljárás is indulhat. Itt már komolyabbak a szankciók. Attól függően, amit ön is említett, hogy mekkora kiterjedésű, milyen kárt okozott ez a tűz, itt már 100 ezer forinttól 1 millió forintig is terjedhet, sőt abban az esetben, hogyha a tűzoltóság beavatkozására volt szükség, már pedig az esetek többségében ez megvalósul, akkor az 200 ezer forinttól 2 millió forintig is terjedhet. Mint a szakember elmondta, a megye területén még mindig vannak olyan helyek, például a Bereg északi részén Mátyus Lónya térségében, ahol 40-50 perc is lehet a vonulási idő, ez alatt akár egész otthonok válhatnak a lángok martalékává. Egyre több felé ugyanakkor önkéntesek segítik a hivatásos tűzoltók dolgát.